Itt vagyunk Friedl Kis Viktor galériájában, ő egy nagyon szenvedélyes fiatal festőművész, és most faggatom annak ellenére, hogy ő ezt nem annyira szereti. Gyermekkorodban tudtad, hogy amit most csinálsz, azt fogod csinálni? Ezek voltak az álmaid? Nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, csak tettem a dolgomat. Kipróbáltam nagyon sok mindent, és kiderült, hogy mit nem akarok csinálni. Tehát, hogyha tudod, hogy mit nem akarsz csinálni, akkor közelebb kerülsz ahhoz, amit akarsz csinálni. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi. ez a történet. Igazából most így visszatekintve jövök arra rá, hogy minden, amit csináltam annó, és helytelennek vagy nem jó iránynak tartottam, az most kiderül, hogy mennyire hasznos volt. A családod támogatott téged abban, amit szeretnél csinálni? Vagy volt esetleg valami más ötletük? Nem támogatott, inkább úgy mondanám, hogy nem akadályozott. Tehát ugye én harmadik gyermekként beszélgettem a szüleimmel erről, ők azt mondták néhány évvel ezelőtt, hogy hagytunk felnőni, mint a gyomot. Tehát hagyták azt, hogy az leszek, amire születtem. És miután nem irányítgattak, és nem szabtak gátat, nem is támogattak, ezért találtam meg így egyedül az utat, vagy kerültem erre az útra. Nyilván vannak akadályok, csak tudom, hogy mit akartam, mi az, ami örömmel töltött el, és ez az alkotásnak az öröme volt, de nem csak a festészet, hiszen fiatal koromban. Tehát 10 éves koromban, amikor ez valahol már elindult bennem, nem igazán a festészet felé irányult, inkább valamilyen barkácsolás, készítés, tárgyak készítése, megépítése, egy kicsit ilyen industriális dolgok felé vettem az irányt. Talán ezért is mentem később építész karra, de hát ezt inkább úgy nevezném, hogy építész tervező művész, mert ez lett a hivatalos végzettségem ezáltal az iskola elvégeztével. Itt állunk a kirakatban egy gesztuskép előtt. Nekem eszembe jut róla egy kagyló belső, de azt kérdezném, és az érdekel, hogy neked mi jutott eszedbe, vagy mi járt a fejedben, amikor ez elkészült? Hát ugye elsősorban az, hogy valami szépet és jót alkossak. Aztán az, hogy ugye ezek az anyagok azok, amiről beszéltem már, hogy kísérletek. Tehát nagy részében nem tudom, hogy pontosan mi fog születni. Úgy 50%-ában vagyok benne én, és 50%-ában az anyag. Úgy szoktam fogalmazni, hogy szándékosan használom a véletlent, hiszen olyan felületek vannak benne, ami látható, hogy csak is az anyagom múlik, és nem rajtam. Nagyjából formailag így fogalmaztam, ez volt a szándékom, de a sok pici apró részleg, az csak is az anyagnak köszönhető. Úgyhogy azt gondolom, hogy mint tekinthetem az anyagot, mint alkotótársnak az ilyen képeimnél. Tehát amikor ezt fested, akkor beszélsz arról, hogy te vagy benne, és a teremtő? Inkább úgy fogalmaznék, hogy egy másik erő, egy felsőbb erő, akinek a jelenlétét érzem, amikor ezeket készítem. Igen. Hiszen nem tudom pontosan, hogy milyen lesz a kép, de valahogy mindig jól sikerül. Van úgynevezett példaképed, vagy igyekszel a saját stílusodhoz igazodni, és követed azt? Vannak olyan művészek, akiknek kifejezetten tetszik,
a munkájuk. Valószínűleg ezekre az én munkám is jobban kezd hasonlítani, vagy egy kicsit abba az irányba alakultak a képek. Természetesen próbálom az egyedi hangot megadni az én a képeimnél. Vannak olyan művészek, akiket meg tisztelek a tudásukért, tehát nem feltétlenül tetszik, amit csináltak, de látom benne a tudást és a kor szellemét és a kor nagyságát is. Tehát próbálok objektíven hozzáállni a képekhez, nem csak úgy, hogy tetszik vagy nem tetszik, hanem látom, hogy azért komoly energia és munka van mögöttük. Milyen kor hat rád leginkább, amikor festesz? Hát, hogyha a kalapos képekre gondolsz, hogy igen, hogy arra gondolok. Szeretem ezt az uniformizált, kicsit uniformizált, letisztult világot. Általában a figurális képeim mind, tehát az eredeti képek mind tulajdonosoknál vannak. Azért, hogy meg lehessen nekem itt mutatni mások számára is, ezért művészeti nyomatokat készítek belőle limitált kiadásban, amihez elkészítem ezeket a certifikációkat, ami gyakorlatilag arról szól, hogy elmondja, hogy mekkora ez a kép, milyen anyagra készült, milyen élettartam, és ezt a művészeti nyomatot egy kicsit jobban elmagyarázza, hogy mennyire értékálló ez is a maga nemében. Tehát ez hozzátesz az értékéhez, mert ez tulajdonképpen az eredetiséget igazolja. Így van, illetve olyan anyagokkal dolgozom, tehát olyan anyagokkal van ez készítve, mintha ez a zsiklénynyomat, ez egy olyan, ennek a szónak az a jelentés a zsiklének, hogy ez egy fröcskölt, ez egy szórt anyag. Tehát maga a tinta, amivel dolgozik ez a gép, ez egy pigment tinta, amivel akár én is festhetnék. Tehát az élettartama az legalább ugyanolyan magas, mint egy hagyományos vagy egy rendes kézzel festett festménynek. Tehát 100 év és a fölötti élettartama bírnak ezek a képek. És amit el akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy így mások számára is tudom ezt a képet mutatni, akár eladni. Több helyen tudok ott lenni a művészeti nyomatokkal. És mivel hogy ezek nagyon hosszú ideig készülnek, és hogy mondjuk tényleg az eredetit eladod, akkor van ott egy üres fal, amire sokáig nem tudok semmit cserakni. Ez az a kép, ahol nagyon-nagyon hangsúlyos az, hogy nincs tekintet. Nincs szúrós tekintet, igen. Tehát a szemnek a hiánya. Igen, nem akartam, hogy sok legyen a kép. Kifejezetten pontosan ezért oldottam föl ezt a tömeghangulatot azokkal, hogy kihagytam embereket, illetve csak vázlat szinten hátul meghagytam. Én azt gondolom, hogy tehát ez ugye két-három évvel ezelőtt készült ez a képem, de mai napig azt mondom, hogy ez az egyik főművem. Szerintem mai napig jónak tartom, és nem is csinálnám másképp. Észrevettem, hogy a képeiden nincsenek tekintetek, és nem rajzolsz szemeket, nem ábrázolod. Miért van ez? A szemnek ereje van. Ha most szemeket kezdenék, hát most, tehát a képekhez szemeket párosítanék, gyakorlatilag azt mondanám, hogy tekintetet párosítok hozzá. A tekintetnek meg hatása van arra a térre, amire tekint az illető. Na most innentől kezdve, ha most ezt a képet én szeretném több helyen látni, vagy ezt tehát a reprodukciókat akár, akkor ott azoknak az embereknek, akiket körülvesz ez a kép, vagy a saját lakótereikbe beteszik, el is kell viselni azt. Tehát óriási ereje van. Fogok biztos, hogy festeni egyetlen egy olyan képet, ahol kifejezetten a tekintetre fogok összpontosítani, és az biztosan meg fogja mutatni azt a hatást, amiről most beszélek. Tehát ez szemnek ereje van. Hiszen mit is tükröz a szem? A lelket tükrözi. Tehát, hogy a saját életterünkben most mennyire akarunk bevinni más lelkeket? Akarunk? Nem szeretik az emberek, ha átvilágítják őket. Hát igen. Ahhoz nagy bátorság kell. Meg az emberek lehet, hogyha betesznek a saját életterükbe valamit,
akkor az, miután ők alakítják ki a saját életterüket, akkor az legyen nekik valamilyen személyes dolog. Tehát elképzelhető, hogy egy tekintet megragad éppen valakit, és ő ezt akár majd később hazaviszi, de ahhoz nagyon-nagyon meg kell találni a képnek és a gazdájának egymást. Ha minden képemen van, ha nem is kalap, de sakka. Ugye itt is például a golfos esetében szintén hátulról van a figura, van rajta sapka. Lehet, hogy nem szeretek hajat festeni. Én mindig azon gondolkozom, hogyha Freud élne, akkor mit mondan a képeimről. Lehet, hogy ebbe a kalapba, ebbe az esernyőbe, ami éppen itt van fölötte, van egy ilyen védelem, valami takarás, valami elbújás, akár az élet elől. Nem tudom, ezekre én nem tudok magyarázatot találni, egyszerűen ezek jönnek, ezek az én kedvenc formáim, egyébként geometriailag szerintem csodálatos mondjuk ez az esernyő forma, és nagyon szép hangulatot tud teremteni. Megrendelésre készült ez a lovaskép például? Nem. Ő is már egy művészeti reprodukció, az első, tehát az eredeti darab az lényegesen nagyobb volt ennél, 180 centi x 180 centi, ugye amit most kint van, az méterszer méteres. Valószínűleg itt megint a sport szeretet, amit a golfosnál is volt. Tehát mindenféleképpen szeretnék majd egy sport sorozatot, vannak ötleteim, csak nagyon sok idő, mire elkészül egy ilyen kép, és ehhez tényleg le kell ülni, és azt mondani, hogy akkor egy hónapot, két hónapot erre szánok. És akkor megcsinálom. Van úgy, hogy festesz egy képet, és közben kialakul egy olyan kötődés, ami miatt a végén nem szeretnéd eladni? Egészen addig érzem ezt, amíg kész nincs a kép. Utána van még egy-két hét, amíg még úgy ragaszkodok a képhez, és a következő időszak már nem, mert tovább gondolom, megyek tovább. Tehát a képeimnél is észreveszem azt a fejlődést, amit minden egyes képpel tanulok. Más gondolatok következnek, és én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy vannak olyan képeim, amire azt mondom, hogy 2 évvel ezelőtt festettem, és még most is jónak tartom, de mégis változok, ma már más csinálok, éppen ezért mindig az újat keresem, és a régiekkel már nem az, hogy nem foglalkozom, egy jó kis történelem, de inkább egy ilyen minden képet egy ilyen tanulásnak tekintek. Amit el kell hagyni, és tovább kell lépni, és jobbat kell csinálni. Ugye látjátok a színhasználatomat is, azért zömében kék. Tehát valahol a kékeknek az árnyalatai, illetve a szürkék. Mindig oldom egy kis meleg színtónussal, mint ebben a kalapban is van ez a kis ilyen rozsdás, ókeres árnyalat. De nekem bőven elég ennyi szín, hiszen a szín használatomat, vagy a szín éjségemet a gesztusképeknél kiélem. Ezek inkább nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb képek, ami nagyjából a béke és a nyugalom nyugalmat próbálja tükrözni. Mi jellemző rád inkább, az ösztönösség vagy a tudatosság? Hát ugye most melyik megy? Ez megint hangulat kérdése, mihez van kedvem? Ez nagyon fontos, tehát hogy milyen napom van, vagy éppen mibe kezdtem bele. Tehát a figurális képeknél az hetekig, hónapokig is eltarthat, és ahhoz mindig le kell ülni. Tehát, hogy és van, hogy az utolsó napokban, hetekben már az ember alig várja, hogy befejezze. Tehát ez a tudatos festés. Ez a tudatos, de igazából mivel majd az órás képem pontosan egy ilyen, amivel nagyon meg kellett vívjak, csak abba hagyni tudtam, befejezni nem. Én még most is látom rajta, hogy még lehetne mit csinálni, de egyszerűen már ki kellett adnom a kezemből. Ki kellett, muszáj volt kiadnom. A gesztusképeknél meg egy lényegesen rövidebb, inkább egy lázasabb, hevesebb, gyorsabb púzus számú munkát igényel, de akkor azzal végzel, azt ott hagytad, és akkor az úgy készen van. Tulajdonképpen. És utána már valószínűleg ezekhez nem is nyúlok hozzá. Figurális képekhez még mindig lehetne finomítani, még mindig lehetne csinálni, de nem. Tudni kell abba hagyni.
mondhatni akkor, hogy most megfogalmaztad a te saját dualitás elméletedet ezzel a két fajta festészettel? A dualitás elméletem az az, hogy, hogy mint az egész élet ugye szól az ellentétekről, tehát akkor tudjuk, hogy ellentétek, ha mind a kettő létezik. A jó és a rossz, a munka és a pihenés ebben az esetben. Nálam ugye nincs lehetőség arra, hogy én megálljak és hogy egy alkotói válságba kerüljek, mert számtalan oka van ennek. Lehet ezt onnan megközelíteni, hogy kevés az idő. Lehet ezt onnan megközelíteni, hogy financiális, ha az embernek mondjuk családot kell eltartania, teszem azt, akkor nem lehet az, hogy én hónapokig nem dolgozom. És éppen ezért van az, hogy az egyikkel pihentetem a másikat. Tehát, hogyha csinálok egy figurális képet, teszem azt, és lassan dolgozok vele a színekben, is inkább visszafogottabb, technikailag nincsen benne semmilyen olyan kihívás, mert nem egy ilyen, nem olyan anyagokkal dolgozok, ami pontosan a gesztusképeknél majd elő fogok hozni, az inkább a kísérletekről szól. És még nem is tudom, hogy tehát ez lenne egy kontraszt, vagy ezek lennek a kontrasztok szemben a gesztusképeknél, míg színekben, anyagokban is teljesen mást használok, még akár méretekben is, hát meg nem beszélve az időről, ami a töredéke a figurális képeknek. És a sikerélmény, az meg lényegesen hamarabb tud jönni. Tehát most mondok napokat, 2-3 nap gesztusképeknél sikerélmény, hónapok a figurális képeknél, és aztán a sikerélmény. És van, amikor az embernek fel kell töltődnie akár pontosan ezekkel a sikerélményekkel, mert akkor úgy érzi, hogy amit csinál, az nem jó, arra nincs szüksége senkinek, tehát ebbe azért egy kicsit így bele lehet keseredni, de ez a kettő, ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást. És nagyon, van nekem ez a kreatív énem, ami a folyamatos kísérletezéssel tartja fönt az érdeklődésemet a gesztusképeknél, hogy mindig új anyagokat próbálgatok ki, még akkor is, hogyha volt már rá példa, hogy meggyulladt az, amit csináltam. Tanultam belőle. A szenvedély az mindig lángra lobbult valamit. Igen. De ezekből, a véletlenekből, ami szerintem ugye itt jön az, hogy nem véletlen, születnek meg azok a munkák, azok a technikák, amiket mondjuk más nem tud, vagy nem ismer, és itt lehet ebben az ember, tehát a gesztus képén úgy gondolom, hogy kifejezetten egyediek tudnak lenni ezek a képek. Pontosan azért, mert olyan anyagokat használok, amiket nem művészellátóban veszel, vagy nem boltban, hanem különböző helyekről veszem össze, eltelik néhány év kísérlet, és akkor összeáll valami. És ezeket ugye féltve őrzöm, míg tényleg a figurálisnál egy hagyományos olajfesték vászon, és ott inkább egy ilyen szentimentális énemet, vagy tudatos énemet festem ki. Itt állunk a szerintem kedvenc képed előtt, és szeretném, hogyha elmondanád, hogy neked ebben mi az igazán szürreális? Hát az is, hogy elkészült 2 év alatt ez a festmény. Nagyon hosszú idő volt, mire ez megszületett. Ami igazán szürreális benne, az az, hogy tulajdonképpen ő az első igazán szürreális képem. Szerintem most azért is ő a kedvencem, mert a legújabb. És ebben látok valami olyat, amiért ez az egész, vagy amiről ez az egész művészet szól. Ugye a szürreális világ az a világ számomra legalábbis, ami valós elemekből épül fel, de valamilyen oknál fogva összeférhetetlen. Ezért is lett ennek a címe Anomália. Illetve hát azért is, mert az órába tettem egy kis geget, vagy egy kis csavart, ami a matematikának és a valós életnek egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen ellentétje, vagy ellentétje. Ha jobban megnézzük az órát, akkor láthatjuk, hogy a számok fordítva vannak rajta. Vagyis a számlapon a számok elhelyezése fordított,
míg az óra rendesen jár. Tehát pontosan az anomália pontosan arról szól, hogy a matematikában a számok növekvő sorrendben vannak, de igazából a mi életünkben mindig fogytán vannak a dolgok, tehát a jövőhöz képest, vagy akár az interjúhoz képest is, a végéhez képest csökken az időnk, és nem nő. A lényege az, hogy csökken, minden csökken, visszaszámlálás van. Én nem negatív töltést akarok ennek a képnek adni, hanem rávilágítani az életre. És ezt a képet én úgy szánom, hogy pontosan abban a magasságban kell majd fölrakni, hogy a mi fejünk, az ő fejükkel legyen egy síkba, és ugyanúgy fel fogunk nézni erre az órára, mint és ők. És erről csinálni egy fotót, Viktor, az zseniális. Igen. És úgy, hogy fölveszed ezt a kalapot, így, és így beállsz, és így ugyanúgy nézed. Ezt komolyan mondom. Tehát, hogyha valaki ezt megcsinálja, hogy hat két ember áll, nézi ezt a képet, és lefotózza valaki. Így van. Tehát majd föl fogom tenni oda, és akkor ugyanígy beállok. És akkor ebből lesz egy ilyen jó kis... Igen. Mindenki után. Igen. Én tudok róla, hogy hol lesz a következő kiállításod. De szeretném, ha elmondanád, és azt is, hogy hogy jutottál el odáig. Los Angelesben lesz a Magyar Házban. Lesz kiállítás 20-án, illetve 18-án. Egy nagyon exkluzív helyen, Los Angeles belvárosában, az Athletic Clubban, tehát ez egy szálloda, egy 1880-as évek körül épült impozáns épület. Úgyhogy hogyan jutottam el oda? Munka. Én csak a munkába hiszek egyébként, tehát hogy a tehetség, hogyha ezt lehet tehetségnek hívni, én mindig azt mondom, hogy a tehetség az, azzal nem születsz. Születsz egy adottsággal, ahhoz hozzárakod a szorgalmadat. Ha ezzel eredményeket érsz el, akkor vagy tehetség. Nagyjából ezt így fogalmaznám meg. Én meg ugye folyamatosan dolgozom, tehát nem tudom, hogy hány kép van már mögöttem, de ennek a kényszerűségnek, amiben élünk, vagy amiben élek, muszáj megfelelni, tehát dolgozni kell. Nem lehet pihenni, hónapokat eltölteni munkanélkül. Nem is tudnék, és itt jön a probléma, hogy nem is tudok kikapcsolni. Tehát a szabadnapjaim sem, tehát hogy az a néhány szabadnap, amit ugye a család kiharcolt tőlem, jogosan, teljesen igazuk van, ott is sokszor az van, hogy folyamatosan gondolkodom. Tehát akkor is festek, amikor nincs ecset a kezembe. És itt jó lenne néha kikapcsolni, de nekem ez jelen pillanatban nem megy. Lehet, hogyha egy-két hétig tudnék pihenni, akkor utána. Csak az a baj, hogyha lendületet vesztek, tehát van nekem most egy lendületem, ami folyamatos, ha lendületet vesztek, utána nagyon nehéz újból nekiállni dolgozni. Ezért sem szeretek leállni. Most itt ülünk az épp készülő képednél, és van itt egy monitor balra, meg még egy, látok egy filmet is, és meg szeretném tudni, hogy ez, ennek van összefüggése a munkádnak és a filmeknek? Van, annyi összefüggése van, hogy ha én festek, akkor nézek egy filmet is. Tehát általában figurális képeknél mindig nézek filmet, elég hosszú idő ugye, mire elkészül ez, és ilyen gyakorlatilag két dolgot csinálok egyszerre. Általában olyan filmeket nézek, amiket gyerekkoromban láttam, lehet, hogy ezzel egy kicsit visszahozom a gyerekkori élményeimet, és ezzel egy ilyen jó kis szentimentális kis aurát alakítok ki magam körül, amiben én jól érzem magam. És akkor csak dolgozok, reggel leülök is ide, és akkor este felállok, és akkor boldogan telt egy nap. Mert alkottam is, szórakoztam is, és hasznosan telt az idő. Úgyhogy most ugye látszik, hogy gyakorlatilag témájában ugyanaz, mint a többi kalapos képem. Egy kicsit mégis más. De hát ugye ez is a célom, hogy azért a képeim bizonyos formák tekintetében felismerhetők legyenek, de azért tudjak megújulni, alkotni. És ebben az esetben látható, hogy igazából véve gyakorlatilag üres ruhákat festek
meg, mert nagyon-nagyon szeretek például drapériát, vagyis ruhát festeni, mert nagyon szeretem, hogy az anyag esik, és azt szépen megfesteni szerintem nem könnyű, viszont nagyon-nagyon hatásos tud lenni. Hogyha majd ez a kép elkészül, mert azért még nagyon az elején vagyok, akkor egész más hatást fog kelteni, de szerintem szintén egy jó sikerülő képem lesz. Ebben a képben egyébként a várakozást látom. Ugye elég sok kérdést vet fel a néző számára ez a kép, és itt is probléma lesz majd a címadás. Én nem igazán szeretek címet adni, mert ha címet adok valaminek, akkor gondolatot is ébreszthetek az emberbe, olyat, ami nem biztos, hogy az ő számára megfogható. Úgyhogy majd tehát legszívesebben azt írnám oda, hogy cím nélkül, és mindenki gondoljon, amit akar. Tehát lehet ebbe feszültség, lehet ebbe várakozás, lehet ebbe nyugalom, lehet ebbe készülődés. Minden benne van, csak nem szeretném konkretizálni ezt a dolgot. Legyen majd a néző számára egy elgondolkodtató kép, és az ő gondolatával lesz majd ez mindenki számára más.